Sziasztok, itt vagyunk egy újabb videóban. És ma Pesten voltunk. Ott a másik emeletes. De mondok jobbat. Több emeletes. Meg egy tehervonat. Szóval most Pesten voltunk, és be volt állva a Margit híd, de nem erről fogunk most beszélni. Láttam az új nyugati... Nem. Oké, szóval láttam az új nyugati csarnokot, és ez valami gyönyörű lett, szóval. Nem mentem úgy bele, de ez valami halál is szép lett, szóval. Szóval jó megcsinálták. Szeretnénk majd róla, hogy ott készült videót is csinálni, de most próbáltam egyet, de az kicsit nem sikerült, úgyhogy ez most nem annyira, de igyekszem majd nektek nyújtani egy szép kis nyugati csarnokos videót. Aztán jó. Egyébként itt a kis kiírásunk, most éppen a S70-essel döcögünk haza Vácra, úgyhogy figyeltek, mutatom, hogy kiírás, nézzétek, látjátok, arra megy a vonat, itt van Pest, jaj, billegő dolog ez, próba üzem, és 70-es, látom, 16 óra 53, 70 után megyünk, 9. 11 van, késünk egy percet rögtön az elején. Úgyhogy ez van, telik az idő, látjátok? Tönnek az átszállási lehetőség. Úgyhogy ez egy ilyen dolog. Íme István telek, nézzétek! Egyébként abban az oldalon van. Itt csak a pokor van. Na, nézzétek, nem mindjárt, mi ott a megálló. Úgy azt szeretném mondani, hogy egyébként végigjártuk ugye ma a Margit szigetet, és erről készült is egy fél órás és egy 20 perces videó. De nézzétek meg azokat is, hogyha van időtök, mert szép hely a Margit sziget, szerintem megérdemel ez ennyit, hát nem, milyen dolog ez. Indulhatna ez a vonat. Aztán én igazából ennyit szerettem volna egy összefoglaló videóban. Úgyhogy... Sziasztok!